Nagyon fontos szavak, és most jön egy régi ismerősöm, akit takarítónéként ismertem meg. Utána roma referens lett. Utána pedig tanítónő. És a gyerekek, akikkel én is dolgoztam, nagyon dicsérik nekem. De most a szolidaritás nevében fog beszélni Káleai Szilvia. Az Ide Tartozunk Egyesület egyik alapító tagja, és a kispesti önkormányzat roma referens. Egy tapsot Szilviának, Szilvinek, gyere! Ja, és ami a legfontosabb, Tűzi Pepe leghűségesebb felesége. Tavem Battale Romale Savale, Zsutiló Dévla Szabora Zséné. Üdvözöllek benneteket. Jó lett volna úgy találkozni, hogy kellemesen eltöltsük ezt a napot, de ez nem így történik. Igazság szerint én akaratlanul jöttem a világra, és akaratlanul a nemzetem részévé váltam. A magyar nemzetem részévé. És ha meghalok, akkor is a magyar nemzet része leszek, ahogy a történelemben az őseink, a magyar őseink ott voltak a kultúrájukkal, a történelemírásnál hősök voltak. Én nem szeretnék hős lenni, de szeretném azt a gyűlöletet és azt az agressziót lecsökkenteni. Mi nagyon jól tudjuk, hogy nem tudunk egyáltalán olyan részt vállalni, mi jóérzésű, baloldali, tényleg együttérző emberek, hogy eltüntessük végleg a félelmet, az agressziót. Ezt mi mindannyian tudjuk, de azért csökkentsük. De ez ma azt érzem, hogy egyáltalán nincs jelen. Pedagógus lettem, tavaly szeptember óta gyerekekkel foglalkozom általános iskolában. És nagyon szívfájdító, amikor egy 10 vagy 12 éves gyerek azt kérdezi tőlem, Szilvi néni, miért utálnak minket? És ez a szó, ez egy 10 éves gyerek szájából, amikor többes számba beszél, magát és az egész nemzetét érti, mit válaszoljak neki? Szilvi néni, miért mondják ránk, hogy büdös cigány? Ezt szeretném eltörölni, megsemmisíteni. Az agressziót, az agresszió váltja ki. Nem szeretném ezt egy 10 éves, egészségesen felnövő gyermekben, amikor felnőtté fog válni, hogy félelemmel és gátakkal teli nőjön fel, és csak azt tudja mondani, én csak egy cigány vagyok. Ma Magyarországon én azt szeretném, hogy teljes jogú magyarnak érezze magát. Tele értékekkel, magyar identitással, és a hovatartozását, azt megbecsült értékként fogadja. És ahogy Paci említette, nagyon jó lenne az, hogy egyszer azt mondják többségi társadalomban, hogy kiállunk értetek, mert mi egyek vagyunk. Nem részesei vagyunk Magyarországnak, hanem pontosan ugyanolyan emberek vagyunk mi is, ahogy akaratlanul én is világra jöttem. Én magyarnak érzem magam. Szabó Józsefné vagyok. Magyar. Magyar a nemzetem. Magyar az anyanyelvem. És cigány vagyok. Melyiket tüntessem el? A magyarságomat vagy a cigányságomat? Én azt gondolom, nem nemzeti légiót kell ajnározni. Számomra a nemzeti légió egyelő a magyar gárdával. Azzal a magyar gárdával, akik masíroznak a magyar laktat településeken, és félemlítik az ottani lakosokat. Ahogy éjszaka egyszer, nagyon világosan emlékszem, a férjem telefonhívást kapott, és azonnal ugrott kocsiba. Nem olyan rég történt. Ceglédre utazott. Én meg otthon idegeskedtem, hogy haza fog-e érni. Ceglédre ment a cigánytelepre, hogy ott a magyar gárdát teljesen megvédjék a cigány lakosoktól. Mert olyan lincs hangulatot keltenek. Én azt gondolom, hogy tudatosítani kell a magyarországi lakosokat arra,
hogy fel kell készülni az ilyenfajta nem támadásokra, hanem csak kezdeményezésekre, és tegyük félre azokat a politikai ellentéteket, amit sajnos tanulunk a magyar társadalomban, a politikai elittől. Egy egységes erőt kellene végrehozni. Ma, 21. században nem érzékelem, hogy ez előfordulna úgy a magyar és a cigány politikában. És a magyar cigány származású politikusoknak felszeretném hívni a figyelmét, ha most nem gondolkoznak, és nem teszik félre az ellenérdekeket, akkor sajnos legyűrnek minket, nem minket cigányokat, minket baloldali magyarokat. Mérges vagyok, mert próbálom a pedagógusként a gyerekeket az őszinte, az együttérző, az empatikus gondolkozásra, és nagyon-nagyon nehéz dolgom van. Amikor ellenérdekenként már a gyerekek egymás ellen vannak uszítva, mert beférkőzik a tudatukba a politika. Nem szeretnék még egy ilyen Magyarországot, ahogy régen. 48-ban a hősöket ünnepeltük, ünnepeljük, mert meghaltak. A közeljövőben ünnepeljük megint 10, 20 vagy 100 év múlva a most a 21. században esetlegesen eljövő hősöket, mert meghaltak értünk. Nem szeretnék egy hősi halottat sem, nem szeretnék egy áldozatot sem. Csorba Robikának, édesapjának és a felnövő felnőtteknek nem szeretném még egyszer a megemlékezését. Nem szeretném, mert mind a testvéreim, ahogyan a magyarok is mind a testvéreim. Mi egységet szeretnénk kovácsolni, de nem megy, mert nem engedik. Szabó Józsefné vagyok, Kállai Szilvia, magyar vagyok, cigány vagyok. Köszönöm.